Sziasztok, én Sobri vagyok, és ebben a videóban beszeretném nektek mutatni a legújabb madaramat, a DJI Phantom 2 Vision-t. És akkor most jogosan felmerült bennetek az a kérdés, hogy hát a Sobri, minek vetétek egy drónt, holott neked már van egy? Remélem szemfülesek voltatok és észrevettétek, hogy a DJI Sparkot a drónfoglaló versenyen nyertük. A hangsúlyt a tükrön van, tehát többes szám, a drónfoglaló csapatunk 7 tagból állt, tehát az 1/7 volt a DJI Sparknak az enyém. Most nem kértem engedélyt, hogy elmondassam, hogy mi lett a drónnal, szóval azt kell mondjam, hogy továbbra is vidáman használja a légteret, tehát nem zuhant le, de elégítek meg annyi információ, hogy nem nálam kötött ki, tehát drón nélkül maradtam. Elhatároztam magam, hogy hát eléggé megtetszett a Spark alatt a drónozás, és hogy nekem is kell szereznem egy drónt, és így esett a választásom az itt látható DJI Phantom 2 Vision drónra. Hát igazából megint Facebook Marketplace-en böngésztem, szintén adok-veszek csoportba. Csak most nem számítógépes, hanem drónos csoportba, pontosabban DJI adok-veszek csoportokban böngésztem, amikor találtam egy hirdetést, hogy árulnak DJI Phantom 2-est. Később meg kiderült, hogy ez nem egy DJI Phantom 2-es, hanem ez a DJI Phantom 2 Vision. Na most, hogy tudjátok, elmondom nektek gyorsan a Phantom 2-es szériát. Ugye úgy volt, hogy volt a Phantom 2, azon nem volt se kamera, se gimbal. Volt a Phantom 2 Vision, ami ugye ez, ami volt egy kamera, és jött a Phantom 2 Vision Plus, ami volt kamera és gimbal is. Na most, hát a Phantom 2 Vision-nön ugye kéne, hogy legyen kamera, de nem tudom, hogy látszik-e, de ezen biza nincsen semmi, csak egy gimbal, és ugye meg is lepődhettek, hogy hát most ez micsoda, és azt kell mondjam nektek, hogy ez olyan, hogy lehet venni ugye külön gimbalt a drónokhoz, és most egy kettőtengelyes Basecam gimbal van rászerelve, amire be lehet rakni akciókamerát, és igazából ez jó, mert hogy nekem van akciókamerám, és így beleteszem, és akkor így bírom használni a Phantomot. Phantom, és akkor ugye ez így működik is szépen. Hát ezt mondjuk szépen az túlzás. Mert ugye meghirdette a csávó, és elárulom nektek, hogy először ezt a videót úgy tervezte, hogy az lesz a cím, hogy az 50 ezer forintos drónkihívás. Igen, emberek, amit most itt láttok, kompletten az egész szettet 50 ezer forintért sikerült megszereznem. Ami nagyon is jó, mert a legutolsó ismert ára ennek a DJI Phantom 2 Visionnek, hát nem olcsó volt, azt kell, hogy mondjam, szóval 208 ezer forintba került legrégebben ez a DJI Phantom drón, és ami elég sok egy drónért, és igazából mondom, megszereztem 50 ezer forintért, és úgy volt, hogy hát lealkuttam a házhoz szállítást, szóval átvált nekem a házhoz szállítást az emberke, szóval hát így teljesen csak 50 ezeret kellett kifizetnem, ugye utánvétes postával rendeltem a Facebook csoportból, és hát ugye kettő akkumulátorral, de az baj, hogy így utólag belegondolva, hát lehet nem kellett volna ezt a drónt megvenni. Ugyanis, amit teszem nektek most, hogy itt van a kettő akkumulátorunk. Na emberek, azt mondja, hogy itt van ez a PHA2-es nevezetű Phantom akkumulátor. Ez 5600 milliamperes aksi, ami arról lehet tudni, hogy nem eredeti, hogy nem Phantom van odaírva, ugyanis megvan neki az eredeti akkumulátorja, ami ugye rá van írva, hogy Phantom, és ez eredetileg 5200 milliamper, szóval 5600-assal tovább is bírja, ami tök jó, és mondta is, hogy ugye az eredeti már púpos neki, és hát
Azt nem mondta, hogy nem nagyon. Mármint azt mondta, hogy ugye eredetileg egy eredeti akkumulátornak 25 percig kéne bírni, ami nagyon jó. Ugye egy DJI Spark maximum 16 percet bír, ezek 25 percet kéne, hogy bírjan a levegőben. Csak ugye az a helyzet, hogy ez az akkumulátor, mondjuk azt láttam én is, hogy ugye nincs meg itt a bekapcsoló gomb rajta, ami nem baj, mert egy ilyen kis akármivel be lehet ezt nyomni, csak ugye azt nem említette, hogy ugye ennek így a teteje így lejön. És itt van ez a kis műanyag cucc, ugye ez a világításért felelős, hát ugye ez is kiesik belőle, és ugye itt egy getpadnek kéne lenni, hát most informatikailag szerintem ez egy getpad hiányzik innen, mert abban az van, és ugye a bekapcsoló gomb sincs rajta, igazából lehet ezt működtetni. Csak ugye itt, hogy hát ugye már eléggé púpos az akkumulátor, ugye litium polimer akkumulátorna nem jó, hogyha púpos, és hogy hát nem 25 percet bír, hanem 15 percet. Viszont az után gyártotta ezzel, ami látjátok most így kell, hogy világítson. Szóval ezzel az után gyártott akkumulátorra bír 20 percet, szóval mondta, hogy hát olyan 35 perces repülés időre lehet számítani, ami egyből ugrottam is, hogy hát 35 perc, ez nagyon jó. Nagyon jó, igen, csak leteszteltem, hogy az után gyártott lehet bírja a 20 percet, értitek? Csak ez az eredeti akkumulátor nem 15 percet bír, hanem 1 percet. Felszállok vele, elkezd pirosan világítani a szárnyak, és írja, hogy hát az akkumulátor lemerült, és szájakre, és igazából már ilyen hazatérő üzemmódba kapcsol, és automatikusan lereszkedik, szóval épp, hogy felszáll az ember, már szállat is lemerte, az akkumulátor lemerült, szóval most jól megszívtam ezzel az aksival, és igazából az a baj, hogy egyik görültem, hogy 50 ezer font, ez nagyon jó, mert olyan, hát nem akarok hülyeséget mondani, de amikor én vettem, ez a set 70 ezeret ért. Szóval 70 ezerre becsültem az összegét, és szerintem jól becsültem akkoriba, és most már lényegesen olcsóban lehet ezeket kapni, és főleg így, hogy rossz az egyik akkumulátor, ami nem teljesen működik, hát így árába vettem azt, hogy mondjam. Igazából itt van a Phantom 2 Vision, nem mutatom nektek. Ugye itt van a kettő tengelyes gimbalunk, ott egy microSB csatlakozó, ugye hátul lehet itt az akkumulátort beletenni, van ilyen kis leszálló, szívas az alján, és rá lehet tekerni a légcsavarokat, emberek, mert Sparknál már propeller van, de ugye a Phantom 2-es szériában még légcsavart alkalmaztak, akárcsak a 3-asnál. Itt az a jó ebben a légcsavarokban, hogy ugye négy darab van hozzá, és úgy van, hogy van kettő ilyen fekete, na, hogy mutassam már, ezt mondanám. Szóval van kettő ilyen fekete, meg kettő ilyen ezüst, és akkor, hogy másként kavarják a szelet, vagy most nem tudom másképp mondani. Ez az a lényeg, hogy látsz ki így a propeller, és mutatja, hogy erre kilazítom, és arra meg befele, szóval rászorítom, szóval annyi az, hogy fogjátok, megpörgetitek, és akkor ez így rászorul, és az a helyzet, hogy amikor bekapcsoljátok a Phantomot, ez felpörgeti magát, és amikor felszálltok, ez a légcsavaros megoldás az olyan, hogy rászorítja magát a drónra, hogy ne essen le, szóval igazából ez egy nagyon korrekt megoldás, azt kell, hogy mondjam. Megkaptam az eredeti dobozát hozzá, megkaptam egy tároló koffert, mármint egy szállító koffert, emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon brutál. Szóval, hogy itt van ez, és annyi az egész, képzeljétek, hogy ezt le lehet húzni, és be tudjátok tenni így a Phantomot, és vannak ilyen kialakított szivacs hely benne, és képzeljétek, nem fogjátok elhinni, de egy ilyen Phantom 2 Vision szállító koffernek az ára 15 ezertől 20 ezer forintig terjed, Kínából, szóval, hogy nagyon drágák a drónszállító kofferek, és én kaptam az egy drónszállító koffert. Ez pozitívum, emberek, és igazából itt van még a távirányító, és igazából ezzel is megszívtam, mert a drónon van kialakítva a gimbalon egy ilyen DIY port, amivel lehetővé teszi, hogy a kamera ugye lefel mozogjon a levegőben. Csak hiába a drón tudná, de a távirányító nem, mert nincs rajta ilyen pöcök. Igazából ez nem is ilyen pöcök volt,
hanem itt volt egy kapcsoló, és be lehet szerelni külön egy ilyen kapcsolót, hogy engedélyezze a lefelmozgást. Csak hát ugye ez is pénz, és másrészt, hogy Magyarországon már ilyet nem is lehet kapni ilyen kapcsolót. Ami még egy negatívum, hogy itt nem jelzi ki az akkumulátornak az állapotát, szóval nem tudod, hogy mikor merül le a távirányítóba az elem. Igazából ide be tudsz csatolni egy akármilyen nyakbaakasztót, hogy így ne essen ki a nyakadból. És ez egy ilyen sufni tuning megoldás, mert úgy van ez, hogy hát ez egy GoPro 3M-es tapasz, lehet ide hát tapasztva, és van egy ilyen kis telefontartónk, amit ugye így ide beletesszünk, akkor így rá kattan, és igazából be tudjátok tenni a telefontokat, és amit a kamerátok lát, azt látjátok ti is a telefonon. És igen, hát ugye ez még nem a rádióhullámos megoldás, de egyébként kaptam egy rádióhullámú vevőegységet is, vagy micsodát, ami tudná küldeni a jelet, csak nincs olyan kábel hozzászólva. Az a baj, hogy én ezt, hogy ezt meg lehessen úgy oldani, hogy lássam telefonon a képet, amit a én akciókamerám lát, ez körülbelül 10.000 forintba került volna nekem. És ugye az egyik akkumulátor szinte használhatatlan. Jó, mondjuk meg lehetne javítani, de elég veszélyes. Szóval ugye az aksi is rossz, távirányító is nem tud minden megoldást. És igazából még a másik negatívum, hogy ebben nincsenek szenzorok, szóval ez egyébként, hogyha felszállsz, GPS-szel kommunikál a Phantom, de hogy ebben nincsen mélységérzékelő szenzor, meg semmi, szóval ez, hogyha elfújja a szél, elfújja, meg nem tudja pontosan tartani magát, mint egy Spark például, szóval hát igen, szóval csalódtam is valamilyen szinten ebbe a drónba, és hát igen, szóval lehet nem kellett volna ezt megvenni. Itt van egyébként az eredeti töltője is, DJI-os töltő, itt van ilyen extra töltőegység kell hozzá, hogy lehessen az akkumulátort ugye tölteni. Egyébként itt van ilyen kábel kell a töltőbe, hogy lehessen ezt így működtetni. Kapunk még egy ilyen DJI The Future of Possible nevezetű feliratos mappát, amiben van kettő papírosunk. Ezáltal mind a kettő papír ugyanazt tartalmazza, szóval DJI Rivad Club regisztrációs kártya, mind a kettő, egyik az angol nyelven, másik meg kínaiul, ugye DJI ez egy kínai cég, de igazából minket ez most nem is érdekel. És még annyit, ugye itt van az eredeti doboz, ami hát itt is mondja meg van sérülve, azt kell, hogy mondjam. Látjátok, egy ilyen kamera lett volna rajta a drónon, amit ugye leszedték, hogy ez egy Phantom 2 Vision, és ugye a kamera helyére tették a gimbalt, és ugye abba betesz egy kamerát, és hogyha wifi-s a kamerát, akkor látod telefonon a élő képet, és a telefon be tud ide rögzíteni. Hát igazából így működne ez a drón, így rá van írva a Phantom 2 Vision, így működne ez az egész, és használtam is egyébként, szóval mondom, osztálykirándulás előtt megszereztem a drónt, és elég jól használgattam, igazából nem nagyon mehetem nagyon messzire küldeni meg magasra, de egyszer megnéztem korlátait, és hát igen, nem láttam, hogy milyen magasra ment fel, de mivel én az fákkal elég sokszor repültem azon a terepen, ezért bebírtam lőni, hogyan 120 méter körül lehetett. Be is vágom ide ezt a felvételt, szóval itt repülök éppen a DJI Phantommal, amikor kb. 120 méteren lehetek, egy villanydrót felett, hát jó hülye voltam, hogy onnan szálltam fel, de körülbelül a felett lehettem, amikor értitek, eldobja a GPS a madarat, és a gimbal elmozdul. Nagyon pici mozdulás lehet látni a képen, vagy valami megpróbálom neki ezt érzékeltetni. Szóval eldobta a képet, mármint a gimbalt, és 18 másodpercig nem volt kapcsolat a távirányító és a drón közt, ami ugye elég veszélyes, mert hogyha aktiválta volna a hazatérés funkciót, akkor visszaszállt volna az helyére, csak ugye mivel jó hülye volt, hogy felszálltam egy villanykaró alól, ezért lehet rászállt volna a villanyvezetékre, és hát elég nagy kárt okozott volna mind a drónba, mind a vezetékbe. Szóval nagyon örültem, hogy végül 18 másodperc után megjött a kapcsolat,
és 120 méterről vissza tudtam hozni a madarat, de nagyon veszélyes volt, szóval egyébként nagyon féltem is már, mikor ledobta, szóval azt láttam, hogy kicsit sodorja ott 120 méteren a drónt, ami hát elég félelmetes látvány volt, de szerencsére a spárkos tapasztalatommal vissza tudtam hozni a földre, és megmentettük a fantomot. És igazából az a helyzet, emberek, hogy ez lenne a én drónomnak a története. Csak még annyit, hogy én rájöttem, hogy ez kár volt megvenni, szóval azt mondom nektek, hogy Phantom 2-es szériát ne vegyetek. Phantom 3-as szériát már vehetek, de 2-es ne vegyetek. Szóval 3-as szériától már jók a Phantomok, de hát ez a 2-es én mellé nyúltam, ezért, hiszitek, hogy sem, de feltettem jó fogásra, és tegnap csörgött a telefon, hogy érdeklődnek a Phantom 2 iránt, egyébként 80 érdeklődtek, sőt, ma is hívott egy, de azt már nem vettem fel, szóval igazából a 8. emberke, képzeljétek, megvette a Phantom 2 Visionomat. Ugye 50 ezer forintért vettem én, a házhozállítás ugye átvállalta az eladó, szóval nekem kerek 50-be került ez a felszerelés, és én feltettem 55-ért a jófogásra, és mondta, hogy hát mi lenne, hogyha a házhozállítást átvállalnám, és akkor megvenné, hát mondom, akkor legyen az, mint amit én csináltam, és akkor igazából visszakapom így a pénzemet, amit ugye ráköltöttem, egy nagyon minimális profitom lesz is rajta, lett tapasztalatom, értitek, lett videó, és igazából van a rádióhullámú adóegység, vagy micsoda, az, ami a analóg jelet küldi, igazából ő se tudta használni a drónhoz, akitől vettem, és ezt megtartom magamnak, mert én majd a későbbben azt megjavítom, és az SC-kememmel majd ezt működtetjük, szóval igazából ezt akartam elmondani, hogy majd még nem tudom a pontos végösszeget, majd ide kiírok mindent, hogy mi lett a házhozszállítására, és hogy mennyi lett a profit pénzbe, meg hogy mi ennek a cuccnak a neve, amit ugye megszereztem pluszba, meg ugye hát lett egy videóról, és tapasztalatot is gyűjtöttünk, szóval igazából ennyit szerettem volna nektek elmondani, majd bevágok ilyeneket, videókat, amikor repülök a Phantommal. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, és hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel. Én Sabri voltam, sziasztok! Space, calling us to fly away. Don't you be afraid.